Ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, ugye az elmúlt évek azért azzal teltek, hogy a meglévő létesítményeinken sok száz milliót és több milliárd forintot elköltöttünk, mind saját, mind pedig ugye partnerek bevonásával, és természetesen ebben voltak állami támogatások is, anélkül természetesen nem ment volna. Mert azt gondoltuk, hogy ez a legfontosabb, hogy egy kultúrált európai környezetet hozzunk létre, mert csak akkor lehet minőségi szolgáltatást kínálni. És ugye második lépésként, hát illetve nem második lépésként, de sajnos ugye a szakma egy picit úgymond a háttérbe szorul, de emellett természetesen azért ment a műhelyekben a munka, de most pedig inkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy azokat az egyéni sportágakat próbáljuk inkább górcső alá venni, amiben azt látjuk, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten azért mi magyarok nagyon erősek vagyunk. Ennek eredményeképpen született meg ugye a közelmúltban a kajakenu szakosztálynak az alapításával kapcsolatban a Fábiennével a megállapodás, illetve hát az úszó szakosztályt is létrehoztuk, és ott is komoly versenyzőket tervezünk, már le is szerződtünk, de még tervezünk a jövőben is leszerződtetni. A vívó szakosztályra visszatérve pedig ott is egy állami támogatásnak a segítségével sikerült azt elérnünk, hogy a jövő év folyamán a teljes vívócsarnok meg fog újulni, mind kívül, mind belül, ami azért elég időszerű volt, mert lassan 40 éve azért nem nagyon történt itt beruházás a csarnokban, és ezzel is kívánjuk a jövőt építeni, és abban reménykedünk, hogy a szakmai munka, nagyon erős szakmai munka ideig is megvolt, de mégis ezzel még inkább hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire komolyan veszük ezt a dolgot, és valóban egy európai, vagy lehet úgy mondani, hogy egy világszínvonalú sportcentrumot, illetve vívócentrumot szeretnénk létrehozni. Előre menekülünk, és igyekszünk a jövőre gondolni, és azokat a nagyon értékes szakembereket, versenyzőket megnyerni és a vasas mellé állítani, aki az elkövetkező években, évtizedekben a sikereket fogja szállítani Magyarországnak, és hát reméljük a vasasnak is. A sikerekről az országos bajnokság kapcsán is beszélgethetnénk, de fiatalokat, a gyerekeket elsősorban mennyiben érinti ez a infrastruktúrális bővítés? Van-e arra lehetőség, hogy még több fiatal akár Szilágyi Áron példájából elinduljon és itt elkezdjen vívni? Hát a korlátok közé szorul sajnos itt a létesítmény, tehát a vívócsarnoknak a fejlesztés, hogy sajnos nagyobb területünk nem lesz, viszont egy sokkal minőségibb, egy sokkal jobb minőségű csarnokban fognak tudni elkezdeni, több pást lesz felszerelve, sokkal korszerűbb gépek lesznek, jóval kulturáltabb öltözőt, sokkal több öltözőt igyekszünk kialakítani, hogy ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, az a több száz gyerek, aki most már ide jár a vívócsarnokba, azok valóban a szolgáltatásoknak megfelelően tudják igénybe venni a csarnokot. Úgyhogy mindenképp az előre menekülés a cél itt is. Melyek a szakosztály céljai, tervei az új esztendőre? A szakosztály céljai ugye elsősorban az, hogy egy picit stabilizáljuk a mostani költségvetésünket, a mostani működésünket. Meg kell, hogy várjuk azért ezt a felújítást, azért ez fel fogja egy kicsit bolygatni itt a szakosztály életét, hiszen itt azért 2-3 hónapra be kell zárni valószínűleg a csarnokot. De ezt követően mindenképp egy ilyen mintaműhelyt szeretnénk létrehozni, ami egyrésztről építkezik a gyerekekre, építkezik az utánpótlásra, de ugyanakkor szeretnénk megőrizni azokat a tradíciókat, amit a vasas név jelent ma Magyarországon, hiszen azért rengeteg világbajnokunk és olimpiai bajnokot adott már az országnak a vasas, és emellett szeretnénk ugyanúgy az amatőr ívásra egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve azokra a volt régi kard párbajtőr vívókra, akik itt vívtak, vagy más egyesületekben, és igény merül fel arra, hogy esetleg ők is szívesen lejönnének, és ennek is szeretnénk teret adni itt a klubon belül. Ennek a koncepciónak a része az is, hogy olyan nagy bajnokokat, mint például Kulcsár Győző is a szakmai stábba igyekeztek beépíteni? Abszolút. Kulcsár Győző ugye egy megkerülhetetlen emblematikus figurája a párbajtőr vívásnak, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy vele is sikerült megállapodnunk. És hát természetesen Szilágyi Áron edzi egy Somlai Bélát is az elkövetkező években, évtizedekben szeretnénk a klub keretén belül tartani, illetve az a többi sok
fiatal edzőt is, akik nagyon szorgalmas és hasznos munkát végeznek itt a szakosztályban, mert ne felejtsük el azért, hogy tehát az, hogy egy olimpiai bajnok vagy egy világbajnok kikerüljön, azért ahhoz nagyon sok száz gyereket kell végigedzeni, és ezeket a nem mindig észrevehető munkákat azért azok az edzők végzik, akik nincsenek feltétlenül mindig a rivalda fényben. De ha lemegyünk a hétköznapokba, akkor ők bizony ott vannak, és ők nyitják a termet, ők zárják a termet, és nagyon-nagyon hasznos és fontos munkájuk van. Tippelj, tutózz és játsz a 63.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.